Csupán 4 egyszerű lépésre állsz attól, hogy minőségi hirdetéseket adj fel, és sikeres piactérhirdetővé válj. Szia, Janka vagyok! Ebben a videóban lépésről lépésre mutatom meg, hogyan adhatsz fel hirdetést az agroinform.hu piac terén, és hogyan alapozhatod meg hirdetéseid sikerességét. Nulladik lépésként regisztrálj és jelentkezz be az oldalunkra. Ehhez segítséget az itt látható videókban kaphatsz. Bejelentkezés után kattints a jobb felső sarokban található hirdetés feladás gombra. Válaszd ki a fő kategóriát, amelyben hirdetést szeretnél feladni. Én mintaként most egy traktor hirdetést fogok feltenni, így a gép fő kategóriát választom, de bármilyen más terméket vagy szolgáltatást szeretnél hirdetni, kövess bátran a következő lépéseket, és aktualizáld a saját ajánlatodra. A hirdetés címébe igyekez minél pontosabb megfogalmazást írni, mint például MTZ 892.2-es traktor front hidraulikával. A cím után a hirdetés szövege következik, amiben 4 alappillére támaszkodj. Az első a megszólítás. Gazdálkodók, figyelem! A második a történetmesélés. Mondd el, mit csináltál a géppel, és egyébként mire használható. Például bálaszállításra és tavaszi munkákhoz használtuk. Ha több célú eszközről van szó, mondd el, hogy mennyi mindenre alkalmas. Az erőgép teljesítményénél fogva kiváló bármilyen földmunkához, vontatáshoz, stb. Új gép vagy szolgáltatás esetén miben nyújt segítséget, milyen problémát old meg a szolgáltatás? Vagyis emeld ki a termékelőnyöket, ami segít az érzelmi elköteleződésben. Tipp: ha van hibája az eszköznek, inkább mondd el ezt is. Így hitelesebb a hirdetés, és nem éri rossz meglepetésként az érdeklődőt. A harmadik a pontos adatok megadása. Jelen esetben 80 lóerő, gyártási év 1992, első szezon futott első hátsó gumi garnitúra, hibátlan front hidraulika frissen szervizelt hidraulika szivattyúval. Ezeket miért kell megadni? Mindenki szereti tudni, milyen állapotban van az a gép, amit venni szeretne, még mielőtt megnézni már akkor is. A negyedik pillér. Mondd el a felhasználónak, hogy miként vegye fel veled a kapcsolatot. Például telefonon. Kérlek, hívj a megadott telefonszámon. A leírás után add meg a termék árát, pénznemét és adott esetben az áfa tartalmát. Ha mindent jól csináltál, rendszerünk ki fogja találni, hogy milyen kategóriába való ez a hirdetés. Ha ez neked nem felel meg, akkor válassz a kategória megadása mezőben olyan kategóriát vagy kategória struktúrát, ami neked szimpatikus. Amint láthatod, rendszerünk el is találta a megfelelő kategóriát. Töltsük ki a további termékjellemzőket is, például állapot, teljesítmény, felhasználás, gumitípus. A további információkat azért is érdemes megadnod, mert az érdeklődőben bizalmat ébreszt a részletes leírás, a pontos termékadatok. Az adatok megadása után készíts és tölts fel ajánlatodról jó minőségű, fekvőhelyzetű képeket. Ha gépet szeretnél eladni, lehetőség szerint tiszta állapotában fotózd le. Kattints az új fotó feliratra, és választ ki számítógépedről, telefonodról a feltölteni kívánt képeket. Amennyiben rendelkezel az ajánlatodról készült YouTube videóval, másold be a videó teljes linkjét az itt látható mezőbe, fontos, hogy a YouTube teljes linket használd. Add meg az elérhetőségeidet, amelyeken keresztül kapcsolatba léphetnek veled az érdeklődők. Ügyelj a pontos kitöltésre! Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhess a téged is érdeklő témákról, újdonságokról. Végül fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi szabályzatot, majd kattints a hirdetés feladása gombra. A következő oldalon megjelenik egy mesterséges intelligencia által javasolt szöveg, amit belátásod szerint elfogadhatsz. Válaszd ki az eredeti, saját leírásodat, vagy az új szövegjavaslatot, majd kattints a módosítások mentése gombra.
Ha ez az első hirdetésed, akkor szükséges egy telefonszám hitelesítés is. A hitelesítéshez nincs másra szükséged, csak a mobiltelefonodra és az SMS-ben kapott kódra. Kattints a zöld színű Kérem az SMS kódot gombra. Ekkor rendszerünk rövid időn belül SMS-ben küld egy kódot az itt látható telefonszámra. Ez a telefonszám a regisztrációkor, vagy az adatlap kitöltésekor megadott telefonszám. Természetesen az SMS kód kérése neked semmilyen költséggel nem jár. Ha több mint 10 perc alatt sem érkezik meg az SMS, kattints a Kérjen kód újraküldést szövegre. Ha a probléma így sem oldódik meg, keresd fel ügyfélszolgálatunkat az itt látható telefonszámon, kollégánk örömmel áll rendelkezésedre minden hétköznap reggel 8 és délután 4 óra között. Ha megkaptad a kódot, gépeld azt be az üres mezőbe és kattints a zöld színű Beküldöm gombra. Az oldal újra töltődik és láthatod, hogy a folyamatot sikeresen befejezted. Kattints újra a zöld színű Rendben gombra. Előfizető partnereink hirdetései azonnal megjelennek a piactéren, ingyenes hirdetőink ajánlatai azonban csak a moderátorok jóváhagyása után aktiválódnak. Szerezz nagyobb figyelmet hirdetéseidnek, kerüld el a moderálással járó időveszteséget. Kattints a leírásban található linkre, és próbáld ki egy hónapig ingyen, hogy milyen előnyökkel jár piactér csomagos partnernek lenni. Még több segítségért kattints az itt látható videókra, és ne felejts el követni minket Facebook, Instagram, YouTube és TikTok oldalainkon. Szia!